Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Országos Széchenyi Könyvtár 15. csevejét vesztük fel éppen. solymosi Ákos segíti a munkánkat. Ez a podcastből lett cseve, és múltkor az Icsi neveztük át. Legutolsó adásunkban egy kis helyreigazítással kezdenénk, hiszen a megőrzésről beszélgettünk, és azt mondtam, hogy a 60-as években költözött a könyvtár, ami egészen úgy pontos, hogy 85-től van itt a Széchenyi könyvtár a Budai Várban, de már a 60-as években elkezdtek arról beszélgetni, hogy hogyan lesz raktározás, a megőrzés, az analóg megőrzés, és innen akkor ezzel is megvagyunk ezzel a helyre és most Boglári né Soponyai Andrea, a periodika feldolgozó osztály gyűjtemény szervező könyvtárosa a vendégem. Ahogy az Isi Mihályal is a múltkori adásban most a törzsgárda elismerést kapott kollégákkal beszélgetünk, hiszen Andrea 35 éve dolgozik már a Széchenyi könyvtárban, és hogyha utána számolok, ez pont arra az időszakra esik, amikor ugye 85-ben volt itt a Budai Várban, te 83-tól vagy a... 88-tól 88 a, a tehát, tehát a... Egy, egy új helyen egy új intézménybe kezdte a munkát. Mi történt 1988-ban? Kezdeném azzal, hogy szeretnék hiteles lenni a hallgatók felé, és elmondani azt, hogy én balkész fejlődési rendellenességgel születtem, ami az én esetemben azt jelenti, hogy könyököm még megvan, és az alkarom hiányzik, és ezért művégtagot viselek. Öt éves korom óta Hordom ezeket, és annyira hozzám nőtt, hogy nagyon sokan ezt észre se veszik, és nem is tudják. Én pedig nem szoktam ezt úgy előtérbe helyezni, mert jobban szeretem, hogyha engem ismernek meg, és nem a problémát, amivel élek. Soha nem akartam könyvtáros lenni, teljesen más elképzeléseim voltak az életről, de mivel teljesen humán beállítottságú voltam, és harmadikos gimnazistaként a nyári diáknak javasolta az osztályfőnököm, hogy próbáljuk meg a Széchenyi könyvtárt, mert nekem inkább az eszemet kell használnom, mint mondjuk fizikai munkát végeznem. És akkor édesanyám följött ide a könyvtárba 1987 nyarán, és dr. Elekes Péterhez bement, és mondta, hogy szeretné, hogyha a kislánya itt a könyvtár dolgozója lenne, Péter nagyon elcsodálkozott, és mondta, hogy hát így az utcáról nem szoktak besétálni, meg hogy ez tudományos, meg milyen, hát ugye a Nemzeti Könyvtár. És végül felvettek, nagyon sok papír kellett hozzá az iskolámból, az igazgatomtól, a szüleimtől. Nem tiltakoztál, hiszen azt mondtad, hogy nem akartál könyvtáros Nem lenni. akartam, de, de úgy kihívás volt, és úgy tetszett, hogy hú, én bekerülhettem 17 évesen egy ilyen csodálatos intézménybe, és akkor a gyarapítási osztályra kerültem, Színai Tivadarné volt akkor az osztályvezető, és nagyon helyes kollégákkal, akik közül már nagyon sok eltávozott, Karakas Ágota például ő nagyon sok mindenre megtanított, és ott a könyveket jelzetek szerint tehát méret szerint írtam be, naplóztam ezeket a kiadványokat, és ugye később azok szerint kerültek be a raktárba. Utána, mikor leírattségéztem, 88-ban szintén visszajöttem augusztusban ö, diáknak, de akkor már úgy gondoltam, hogy szeretnék itt maradni, és majd utána meglátjuk, hogy mi lesz belőlem. Mi változott az ellenkezésben? hogy lett egy pozitív kifejlet? Igazából alkut kötöttem. Magammal, meg a, meg a terveimmel, és úgy kezdtem felvenni a könyvtár ritmusát, elkezdett érdekelni, és nagyon hamar bekerültem az asszisztens iskolába, és ott ugye már kaptam egy bizonyos alapot, és rálátásom lett, hogy mi az az osztályozás, a bibliográfia, mert ugye én teljesen csak egy sima érettségivel jöttem ide, és ezeket a dolgokat én nem tudtam. Mikorintáros asszisztens képzés Igen, az? igen, mm. az a három éves volt még annak idején, mm. és... Rádi Ferenc, Varga Ildikó, tehát nagyon jó tanáraink voltak, Cselényi Imre volt, úgymond az osztályfőnökünk, aki a csapatot összefogta, és egy nagyon jó kis társaság alakult ki, közülük sokan így dolgoznak a mai napig a könyvtárba, és ott megszereztem az ismereteket, és utána továbbmentem annyira egy házi főiskolára. Tehát akkor ott már eldölt, hogy könyvtáros leszek, és arra törekedtem, hogy maradhassak így a könyvtár dolgozója, és megszerettem a munkámat, a kollégáimat, mindig jó csapatba dolgoztam, és így lettem, könyvtáros, így lettem 35 éves törzsgárdatag, és az Échenyük könyvtár dolgozója. Igen, de a 35 éved azt jelenti, hogy megszakítás nélkül itt dolgozol 35 Igen. éve. Még azért menjünk vissza, mert érdekel, hogy ez az alkú mi lett volna, és akkor kicsit visszamehetünk a kezedre is, hogy mi lett volna, mi volt a terved, hogy hogy áll hozzá egy ember, hogy azt gondolja, hogy van egy, egy rendellenességem, és akkor mi lehetett volna belőlem, ha nem könyvtáros. Igen. Uh ugye a szüleimnek egy nagy trauma volt, hogy én itt születtem, mert a családunkba nem volt senki fogyatékkal élő. Családom apajágon Zala megyéből származik, anyajágon Fejér megyéből jöttek fel, és egy összetartó, nagyon jó család volt, és amikor én megszülettem, hát kisebb sokkot kaptak, de maximálisan segítették az életemet, és mindent kikutattak, megkerestek, hogy hogy lehet minél könnyebbé tenni, és tehát úgy neveltek, hogy ne legyen az a tudat bennem, hogy én más vagyok, hanem egészséges szemléletet tanítottak. Nagyon nagy szerencsém volt mindig azokkal a közegekkel, amik bekerültem. Ilyen volt például az általános iskola, ahol a mai napig is tartom az osztálytársaimmal a kapcsolatot, és ők fantasztikus gyerekek voltak. Gyerekek révén sose kaptam negatív jelzéseket, mindig segítettek. A felnőttek idegenek már abban az időben, a 70-es-80-as években sokkal keményebbek voltak, mert az elfogadás akkor még nem volt olyan, mint a mai világban. kis információnk volt annak idején, és emiatt is kicsit így, távol tartottuk az Igen, mert nem tudták az emberek, hogy most segítsenek, vagy elhúzódjanak, nem láttak még kézprotézést, olyan kicsit idegen voltam a világba, viszont már kiskorom óta nagyon sok mindent láttam, mert abban az időben nem voltak ilyen kihelyezett intézmények, hanem a Kassai utcában volt az országos gyógyászati központ, egy gyár, úgymond, ahol a művégtagokat készítették, és nagyon sokszor láttam fiatal embereket, egy hatalmas aula volt, fiatalok, idősek, tolókocsiba, tehát nagyon-nagyon szörnyű körülmények között várták a sorukat, és én mindig úgy gondoltam, hogy én nem tartozok oda, én más vagyok, és mindig szomorú voltam, amikor menni kellett, és abban az időben még az is felmerült, hogy ha nem találok más lehetőséget, akkor mehetek oda dolgozni irodába, mert ugye nagyon sokan ott dolgoztak közülünk, de lelkileg nem bírtam volna. Most és... kérdejük el, hogy, hogy ültél mondjuk a padon, láttad, hogy futkálnak az emberek, labdáznak, kosaraznak, akármi, látod, a, 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 hogy élnek, ami egy normális emberek, úgymond a te Inercia rendszeredben, és az az alkohol, amit említettél, az azt jelentette, hogy mi, mi volt az a lemondás, mi volt az a legfontosabb, amit így beláttál ilyenkor. Ö, sose voltam felmentve semmiből. Hm. Tehát ö, borzasztó erős akaratom van, és ha én valamit a fejembe veszek, akkor azt hatörig, ha szakad, megcsinálom sose voltam felmentve tornából. Egyedül tanultam meg úszni, korcsolyázok, sielni jártam. Tehát nem volt olyan lehetetlen, amit nem találtam ki, hogy hogy lehetne azt az én szempontomból végrehajtani. És mindig megkaptam hozzá a megfelelő segítséget is. Itt inkább az alkor része arról szólt, hogy azt kikötötték, hogy nem foglalkozhatok gyerekekkel, tehát nem lehettem tanár, nem mehettem egészségügybe, tehát inkább ilyen szinten volt alkó a könyvtár, hogy a pályaválasztásnál azért falakba ütköztem. De itt a feldolgozásnál, a gyűjtemény szervezésnél azért a gyerekekhez is eljut az a munkát gyümölcse. <laughs> Igen, de, de úgy konkrétan nem vagyok kapcsolatban velük. Viszont ahogy észrevettem, a gyerekek nagyon jól tudnak alkalmazkodni a helyzetekhez. Például két fiam van, és az osztálytársakkal sose volt problémám ez ügyben. Ők nem választották a könyvtári pályát? Nem. Ők se akarták, és, <laughs> nem. és ők nem is lettek. Nem, nem. Hm. A nagyobbik most lesz, majd 30 éves, hm. és ő az Operaházban dolgozik videósként. A kisebbik, 21 éves volt január. 6 töltötte, ő pedig motorszerelő lett, és a Triumph Magyarországnál dolgozik, és nagyon szereti a munkáját. Tehát mind a két gyerekem megtalálta azt a pályát, ahol kiteljesedhet, ahol jól érzi magát. Az a könyvtár azért úgy távol áll tőlük. Van egy blogod, amit majd be is rakunk itt a leírásba, ami időben megszűnt, aztán ugye te is a közösségi médiát használod, Facebookon van különböző oldal. említed az egyik bejegyzésedbe a bizonyítást, hogy már a, legyen mondjuk a 90-es évek körül járunk már a gyűjteményszervezésből, hogy lett a periódika, hogy lett a, a, ezek a rendszeresen megjelenő folyóiratok, az is egy bizonyítás volt? Ö, nem, az, az igazából adott volt, mert a gyarapítási osztályon kezdtem, és ott rögtön bedobtak a mély vízbe, és az úgymond csoportos anyagot adták nekem, amihez pláne nem volt semmiféle hm. információm, segédletem, mert ott ládákba álltak az anyagok, és nekem, mint újonnan érkezőnek kellett azzal valamit kezdenem. A csoportos anyag a mi esetünkben inkább ilyen honvédségi programfüzetek voltak abban az időben, kis művelődési házak műsorfüzetei, kis étlapok. Tehát olyan anyagok, amik nem kaptak ilyesesen számot, nem rendszeresen jelentek meg. Szóval azért az nehéz feladat volt. Mit de... a munkában? Változatosságot. Mi változik? Um, ugye a kiadványok. Érkeztetem a bejövő kiadványokat, így látok minden sajtóterméket, ami megjelenik. Beleolvasni már, nincs lehetőség, meg bizonyos lapokba már nincs is igényem belenézni. Ha egy, -egy olyan tudományos érdekes cikk van, akkor azért az gyorsan átfutom, de annyira mókuskerék, olyan sok a kiadvány, hogy erre nincs lehetőség. Még hozzám tartozik az új kiadványok indítása, és kapcsolattartások, mint az iss irodával, vagy például a szerkesztőségekkel és kiadókkal. Szeretem ezeket az Igen, 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 igen és szeretek például reklamálni, amikor bekérek kiadványokat, amik esetleg évek óta nem jelentek meg, vagy jobban mondva nem érkeztek be a könyvtárba, vagy nem tudják, hogy be kellett küldeni, és csak a nyomda véletlenül beküld egyet, akkor én azt igyekszek beszerezni, és többnyire sikerrel járok. Azért szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert az emberről kicsit nagyobb arányban beszélünk, és pláne meglepő volt, amikor uh, kiderült, hogy ékszerekkel is foglalkozol. Hogyan kezdődött ez? Egy, egy, bejött egy újság, amit feldolgoztál, vagy érkeztettél, és akkor klassz ékszerek voltak benne, és akkor azt gondoltad, hogy na, akkor hajrá. Nem. Ez teljesen független volt a könyvtártól. Pont a második kisfiammal voltam otthon, és nagyon sokat sétáltam a környéken, és nyílt egy kis hobbibolt az egyik uh, ház alatt, és úgy kíváncsiságból bebenéztem, és mindig nézegettem a különböző formájú gyöngyöket, és úgy gondoltam, hogy hú, milyen jó lenne ebből láncokat csinálni, és akkor már ugye az internet csodája megvolt, és beírtam a keresőbe azt, hogy gyöngy, és olyan fantasztikus munkákat láttam, hogy felébred bennem a vágy, hogy hú, hát nekem ezt ki kell próbálnom, én ezt szeretném. És írtam az egyik hölgynek. Itt természetesen külföldi és hazai fűzők is voltak, de a legnagyobb számban inkább külföldiek. Nálunk még csak kis csoportok voltak, nem volt annyira elterjedt ez a fajta ékszer és írtam egy hölgynek, aki ugye a szárnyai alá vett és elkalózolt egy fórumhoz, és ott nagyon sok segítséget, információt kaptam, és itt már nem a kínai gyöngyökbe kell gondolkodnunk, hanem ezek japán, cseh gyöngyök, nagyon szép kerámiákról beszélhetünk, és a Swarovski kristályról. Ezeknek az a lényege, hogy egyforma Gyöngyök szükségesek hozzá, hogy méretben, formában, hogyha e, csinálunk egy mintát, akkor az tökéletesen passzoljon egymáshoz. És ezért e, különlegesek ezek az ékszerek, mert nagyon precízen vannak megtervezve, és e, itt minden illeszkedik mindenhez, és e, úgy épülnek -e, hogy fel. A internetre egy mintát, és akkor azt abból készítesz valamit, vagy esetleg te is tervezel ilyen Legszát? Ezeket a mintákat árusítják. Uh -huh. Főleg külföldi tervezők vannak, akik. Uh, Lerajzolják egy ilyen papír, digitalizálják igen, és Igen, pontosan uh -huh. PDF-be küldik el, uh -huh. és uh, akkor már. Az enyém lesz az a minta, tehát utána persze ő a szellemi létrehozója, de amit én készítek belőle, az már az enyém. És érdekes, hogy hiába fűzzük meg huszan ugyanazt a karkötőt, mindenki beleadja a saját ízlésvilágát, a saját mozdulatait, és mindegyik más és más lesz. Uh -huh. És sokszor mondják, hogy ha ránéznek egy ékszerre, ha nem lenne odaírva a nevem, akkor is tudnák, hogy azt uh -huh. én készítettem. Tehát úgy mindenkinek megvan a maga kis védjegye. A, a kis stílusa. Igen, igen. Itt a színek a döntők lényegében, mert én nagyon szeretem a... Azt, az a lényeg, hogy harmonizáljanak a színek egymással. Nagyon ritkán keverek össze olyanokat, hogy amik... Uh, egyáltalán úgy gondoljuk, hogy nem mennek egymáshoz, de mégis ékszerbe egy fantasztikus szinkavalkádot hoznak létre. Azt írtad a, a blogolva, hogy ízlésesség, minőség, precizség jellemzi ezeket. Még az ízléssel mennék bele, hogy az eléggé én függő, hogy nekem, nekem mi tetszik jobban, mi, mi, ízlésesebb, mi ízléstelenebb, van arra mód, vagy lehetőség, vagy volt -e már olyan, hogy valaki rá tudtál beszélni, hogy inkább egy másfajtát válaszol, és, és jobban fog állni neki mondjuk egy piros, meg egy zöld. Igen, most már, uh, hát most már uh... 2005-től készítek ékszereket. Először csak úgy magamnak és egy-két kollégának, és a végén, ahogy egyre jobban belejöttem, mondhatom azt, hogy, hogy most már komolyan foglalkozok vele, Szoktam járni, árusítani, és szoktak múzeumok lenni éjszakáján vásárok, éjszakáján igen, is. igen, és kaptam lehetőséget a múzeumok éjszakáján is megjelenni. Sőt, ami különlegesség volt az életemben, hogy a barátnőmmel, aki szintén fűzőtársam, és nem vagyunk konkurenciák egymásnak, ez is ritkaság, amikor két ember így tud létezni, és úgy, nem hogy segíti jelző. egymást, nem nem, ez is egy elég kemény világ, de, de mi nagyon jól összepasszolunk ebben. Nekünk nagyon sok kiállításunk volt az ország különböző városaiban, művelődési házakban, és fantasztikus látvány volt, amikor vitrinekben vitrinekbe pakoltuk az ékszereket, és hetekig, néha hónapokig ott volt, és jöhettek a látogatók megnézni, mert ezt így üzletben nem találják meg. Nagyon sokan nem ismerik azt, hogy ezek ilyen kézzel készült ékszerek, és egy kicsit úgy próbáltuk bevinni a köztudatba, hogy ilyen is létezik. És erre jó például a múzeumok éjszakája is, hogy bejönnek a látogatók, és meg tudom mutatni, hogy ilyen is van. És tudok róla beszélni, tudok segíteni. És visszatérve az ízlésre, amit kérdeztél, lényegében a saját ízlésem szerint készítem el ezeket az ékszereket, Igyekszem, hogy, hogy azok tényleg tökéletesek számomra szépek legyenek, és a visszajelzések is azt mutatják, hogy másoknak is tetszenek. Megvásárolják őket. Igen, igen, és nagyon jó érzés, hogy hordják ezeket, és vannak visszatérő vásárlók is, és fűztem már esküvőre, volt, hogy olyan feladatot kaptam, hogy elküldték a ruhának a fényképét, és ahhoz készítsek szintben hozzáillő ékszert. Ugye a menyasszonyoknak is szoktam, ballagásra is készítettem már ékszereket, tehát így elég széles skálán mozognak a lehetőségek. Volt egy lánc, amit úgymond kifejlesztettem egy másikból, mert nagyon tetszett, és virágos láncnak neveztem el. Az egy tömött lánc, több mint 400 darab gyöngyöt fűzök bele. Mennyi nagyon ideig különleges. Tart egy 400 darabos fűzés. A változó. Valamikor, mikor olyan kedven van, akkor leülök és. Egy nap alatt fölrakom ezeket a gyöngyöket, mert ugye tetszik, ahogy alakul a forma, a színvilág egyre jobban kibontakozik, és úgy, úgy spontán jön, hogy mit miután rakok bele, és, és egy különleges szép ékszer készül belőle, és volt egy karácsonyi időszak, amikor borzasztó sok ékszert készítettem ebből, megrendelésre kérték, és ajándékba. Tehát nem is saját részre, nem ajándékba. És ilyenkor mindig megkérdezem, hogy milyen alkató, milyen ruhákat hord, mi a kedvenc színe. Tehát a vásárlókat kifaggatom arról, hogy hogy mit szeretnek, és akkor szoktam segíteni, hogy hát, hogyha kevés a piros ruhája, akkor nem menjünk bele, vagy ha nem szereti a piros szint, akkor most ne egyékszerrel kezdjenek kísérletezni, hogy neki most piros kell, hanem úgy próbálom egy kicsit úgy terelgetni a vásárlókat, és eddig szerencsére mindenkinek nagyon tetszettek és elégedettek voltak. Mennyire segít a család ebben, ugye mondtad, amikor még gyerekek is otthon voltak, akkor valahol írtad a blogodba, hogy a étkező asztal a terepel, hogy hazajön a gyerek, és akkor enni akar van, és akkor lát egy csomó gyöngyök meg mindent, és akkor azt mondja neki anya, hogy figyelj, menj el a megki, most éppen fűzök, tehát mennyire segített a család. Nagyon jól alkalmazkodtak a dolgaimhoz, és tényleg segítettek. Mivel, hogy a hajlítgatások, az ilyen, úgymond szerelőpálcák, és Mi az a... a Például a fülbevalónak a, a drótjait szerelő keményebb anyagból készült részeit fogóval meghajlítani, az nekem nehéz uh -huh. volt, és nem Jaj, is értem tudtam. Uh -huh. És abba például először a nagyfiam segítkezett, de hát ő már unta ezeket a dolgokat, uh -huh. és utána most már a férjem segít ezekbe a, az uh -huh. ilyen kis aprólékosabb dolgokba. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Milyen jól lehet belelépni egy ilyen meghajtott fémbe, ami leesik oda Ö, a. Földe. Az még nem is annyira rossz, de, de amikor mondjuk, mondjuk lépek vagy esetleg egy olyan élesebb, mondjuk Swarovski kristály ragad az ember talpába, az már egy kicsit keményebb történet, de azért vigyázok, hogy ne szórjam szét. És most már úgy alakult a helyzet, hogy szüleim is elmentek már, és most már, mert mi együtt laktunk, és most már nekem van egy külön kis kuckom, ahova bemegyek, és akkor ott szabadjára dolgozhatok. Van egy, munkaszoba, ahol, Igen, 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 mindenkinek álma. Eh, hogy áll most ez a az égszerkészítés, nem tudom, egy égszerkészítőnek milyen tervei vannak. Beállt egy rendszer, megvannak a megrendelők, vagy van egy új technológia, amit kinéztél, hogy lehet ebbe fejlődni? Nekem mindig voltak kitűzött céljaim, és úgy voltam vele, hogy lépésről lépésre kell megtanulni. Nagyon sok technika van, és nem szabad kezdőként rögtön a legnehezebbel kezdeni, uh -huh. hanem meg kell tanulni felépíteni. Ugyanúgy, mint bármi mást az életben, ebbe is megvannak a fokozatok. Én végig végigjártam a szamárlétrát, kezdtem az alapoktól, az egyszerű fűzésektől, de amikor már ránézek egy ékszerre, egy képre, mármint egy kész ékszerre, és el tudom képzelni, hogy hogy mennek benne a szálak, akkor azt mondom, hogy már sok mindent tudok. Természetesen vannak olyan dolgok, amiket nem tudok megcsinálni. Például nem tudok gyöngyöt horgolni, mert nem tudom megfogni, de azért a legtöbb technikát elsajátítottam, és, és nagyon sokféle ékszert készítettem. De persze mindig van olyan, amire azt mondom, hogy majd, ha lesz időm, akkor azt is elkészítem. Ez a nálam már a 30. 5 éves tervnél tartok ebben a dologban, de, de mindig vannak új kihívások, új minták, új formák, amiket úgy egyszer ki kell próbálni. A könyvtárban hogyan állsz a tervekkel? Itt, itt, itt most éppen mi az, amit, amit melyik öt éves tervnél tartasz uh -huh. a Igazából most már inkább azt mondhatnám, hogy több van mögöttem, mint előttem, mert most már nincs sok hátra a 40 éves munkaviszonyhoz. Én nagyon szeretném a családi hagyományokat követni, mert a szüleim és néhány rokonom is úgy mentek nyugdíjba, hogy onnan, ahonnan kezdték. Uh -huh. És uh, szeretnék én is uh, innen nyugdíjba menni. Hogy mikor, azt még nem tudom, lehet, hogy a 40 évessel. A 65 éves kor azért az még egy kicsit <gül> <gül> messze van, uh -huh. de, de szeretem a munkámat, a közösséget kollégáimat, jól érzem magam köztük, és szeretnék jó szívvel elmenni, és azt mondani, hogy igen, végig dolgoztam az életemet, és letettem valamit az asztalra, és ha, ha picike pont is vagyok itt a Széchenyi könyvtárban, azért hozzájárulok ahhoz, hogy megőrizzük ezeket az írásos emlékeket. Igen, pici pontokból leszünk egy ilyen nagy egész. Igen. itt Együtt. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és azt hiszem, hogy a 40 éves törzsgár elismerés után majd egy hatalmas ékszerbulival <laughs> fogsz távozni, vagy nem, majd kiderül. Bogdárné és Aponyai andrea köszönöm a beszélgetést, és olyasval segített a munkánkat. Én Tóth Péter -e vagyok a webes tartalompakoló, és kérem, hogy iratkozzanak fel, ahol éppen hallják ezt a cseveit. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.